Láttuk az előbb a sérült kocsi, illetve a kiállt kocsi elszállításánál a sárga zászló. Ez az egyik leggyakrabban használt zászló, és az első előzés, a vezető pozíció változik a verseny folyamán. Kék távon beszúrt Nelson Piquet Senna elé, és átvette a vezetést. Az első olyan ponton, amit megkeresztezett, megixelt nekünk Johnny Dumfries. Nézzük meg, ez az a célegyenesből kimenő kanyar, az első kanyar, a legveszélyesebbnek tartott kanyarok egyike, itt fékezte ki Ayrton Sennát Nelson Piquet. És ebben semmi csoda nincs, hadd szúrjam így gyorsan közbe, mert még az előzés előtt akartuk mondani, de nem jutott rá időn, hogy a száraz technikai tények, adatok, azok mindenképpen a Honda motor mellett, a Nelson Piquet autója mellett szólnak. Két körülbelül egyforma klasszisról lévén szó. Feltétlenül a Hondának kellett már előre jönnie. Sőt, ha megengedjük magunknak esetleg azt a következtetés, hogy a kétszeres világbajnok Nelson Piquet mint versenyző is valamivel jobb még, mint Senna, akkor pedig mindenképpen. Vitatkozni, hogy kinek ki tetszik. A nézők, az itt általunk látható nézők közül nagyon soknak Senna a kedvence. Az látszik a fölugrálásból és a karfelemelésekből, amikor a brazil fiú itt eljön előttük. Szó esett már róla, hogy 50 millió dollárt fektettek a japánok a Honda motorba, és a jövő évtől kezdődően a Lotus csapatot is ők látják majd el motorokkal. Ennek viszont az a feltétele, mert azért ilyen is van, hogy elengedi majd a Lotus istáló Johnny Dumfries-t a szolgálataiból, és Senna mellett egy japán versenyzőt hoznak majd be második számú versenyzőként a Forma 1 világába. És hadd tegyem még a Honda motorokhoz azt is hozzá, hogy a mai modern versenyautóban a mikroelektronika óriási szerepet játszik. A japánok ennek igazán nagy mesterei, nem véletlen tehát. Közben egy kis kitérő, René Arnoux hagyta el a pályát, és egy-egy kocsinál pusztán a mikroelektronika alkalmazása miatt 12 és 15 között van a technikusok száma, akik kiszolgálják csak ezt a részt, tehát nem is a motor részt, hanem az elektronika részt. Most ismét a box jelentkezik, Frankl András. Azt szeretném megemlíteni, Alan Jones volt meglehetősen sokáig, ugyanis sajnos fék problémái voltak, tehát azokat a tartályokat fel kellett tölteni, és ugyanakkor a kerékcserés nagyon-nagyon lassan sikerült, úgyhogy egy nagyon-nagyon rossz kedvű Alan Jones ment vissza a pályára, sajnos most már komoly esély nélkül. Köszönjük szépen az értékes információt. Tehát 10 versenyen részt vett, 20-szor indult első rajthelyre a pályafutása során, és 15 győzelme van, ebből utaltunk rá kettő ebből az esztendőből. És most megint van egy olyan közlendőm, amit a képen nem láthattunk, a már elmített okok miatt. Nézzük most viszont látni a képen Alain Prostot, abban a piros-fehér egyes rajtszámú autóban, aki most nagyon megközelítette Sennát, és erősen támadja. A 100. világbajnoki futamát futó francia világbajnok szintén a győzelemre pályázik a jelek szerint. Támadja Sennát igen keményen, és ő is csak az alkalomra vár, hogy megelőzhesse. És ha már ez a 100-as szám szóba került, akkor hadd mondjuk el, hogy tortával köszöntötték a szervezők Alain Prostot, amikor megérkezett Magyarországra, ennek a szép jubileumnak az alkalmából, és torta tulajdonos lett pénteken Nigel Mansell is, akinek viszont pénteken volt a születésnapja. Itt a boxokban adták át neki a Forma 1 hírlap dolgozói a hírlapjuk nevében ezt a zserbó tortát. Nagyon finomnak találta egyébként Mansell. És ha a tortánál vagyunk, akkor az ember most mondhatná, hogy jogosabb kérdés, hogy végén kinek a tortájára kerül majd egy kis tejszínhab. Erről jut eszembe az a mondás, amit
azt hiszem Keke Rosberg engedett meg magának, amikor mindenki olyan nagyon dicsérte a pályát a versenyzők közül, hogy figyeljünk azért majd a végére, mert most még mindenkinek nagyon tetszik a pálya, de a verseny lefújásának a pillanatában, leintésének a pillanatában csak egy versenyző lesz, akinek tetszeni fog, a győztes, az összes többi szidni fogja. Erre föl is készültünk, persze ezt ő is tréfának szánta, és úgy is kell fogadnunk. Persze Rosberg már könnyebben csípős nyelvét, kicsit mint a többiek, hiszen az elmúlt héten, illetve két héttel ezelőtt Hockenheimről bejelentette, hogy a szezon végén abba hagyja a versenyzést, azt mondta 22 éve élek a versenysportban, most már elég volt. Lassan egy negyedét futják le a versenytávnak a pilóták, mert azért az idő halad előre. Piqué, Senna, Prost, Mansell, Rosberg, Dumfries az első hat versenyző sorrendje, és Dumfriesről még csak annyit áruljunk el, hogy igazi kék vérnemesi családból származik, skót nemesi családból, és a Dumfries tulajdonképpen a nemesi nevehez használja, illetve a területnek, a birtoknak a neve, ahol született és ahol fölnevelkedett. Az angol királynő egyik unoka öccse a fiú, de meg kell mondanom, hogy a kezén viszont nem a kék vér látszik, hanem az látszik, hogy saját maga is nagyon szereti az autóját szerelni, igazi munkás kéz az övé, olyan, mint a többi pilótájé. Hogy Dumfries is ott van a legjobbak között, a másik ilyen fekete autóval, a 11-es rajtszámúval, a 12-esben ugye Senna megy, az azt jelenti, hogy a Lotusokat a ósdinak réginek mondott Renault motorral, korán sem szabad még leírnunk, mert ezek a régi-régi Renault kitűnően mennek ebben a rendkívüli melegben, mert azért az sem közömbös a turbomotorok számára, hogy nagyon meleg van Magyaródon, a Hungaroringen. Elsőre legalábbis időszakosan visszaverte Prost támadását, a két tanú bizonysága szerint Senna, de azt hiszem rövidesen ismét ott fog loholni Senna nyakán Prost. A különbség az első és második helyezett versenyző között kisebb, mint 5 másodperc, mint láthatjuk. Piqué egyedül fut, ugye? Sennának viszont gondjai vannak Prosttal, akivel csatáznia kell, akire figyelnie kell, ez is megosztja a figyelmét. Így aztán lehet, hogy Piqué szép csöndesen nyújtani tudja majd ezt a nem egészen 5 másodperces távolságot saját magas üldözői között. Így már nem, mert Prost érkezik a depóba kerékcserére. Nézzük az órát, mert versenyben azért nehezebb megoldani a dolgot, mint tréningen. Ez egy kicsit hosszadalmas. Keke Rosberg is beálltott, látták elsuhanni azt a piros-fehér autót, a Marlborós McLarenesek integettek, hogy menj. Keke Rosberg is beállt közben kereket cserélni, de nem tudták fogadni, ezért aztán mint a villám vágott keresztül a box utcán. Na hát ez az a pillanat, amikor nagyon nagy baleset következhet be, amikor teljes sebességgel kénytelen menni a versenyző a box utcán, ha nem akar nagyon sokat veszíteni. És úgy tűnik, hogy csökken az esélyesek száma, mert nem csak egyszerű kerékcseréről van szó Prost esetében, egy hosszabb kerékcserét, persze csak néhány másodperccel hosszabb kerékcserét még elviselt volna, így azonban nagyon nagy hátrányba kerül. Dávid Sándor elmesélte az elején, hogy tartalékautóban kényszerült rajthozálni és elindulni, úgy látszik ezzel a tartalékautóval azért nincs minden rendben. Alain Prostnak nem ez az első ilyen szomorú végű versenye, mert azt hiszem, hogy föl kell adnia majd a további versenyzést, hiszen most szedik már szét az autóját, mint szabad szemmel látom. Ilyen szempontból a bal szerencsés versenyző közé tartozik. Sokszor volt már, hogy a rajtot megelőző pillanatokban kellett autót váltania, választania, és néhány kör után az autója fölmondta a szolgálatot. Nagy kár érte, mert láttuk, hogy milyen kitűnően megy.
ment, Sennát szorongatva a harmadik helyen. Nagyon nagy csatát láthattunk volna ettől a három fiútól, hogyha ők ketten rájönnek Nelson Piquet-re. És a kedves nézőknek csak hagy juttassam eszébe a legutóbbi Hockenheim-i verseny, ahol Prost időközben egy kicsúszott autó, Pier Carlo Inzani. Az utolsó 100 méteren már tolta a kocsiját, mert 200 méterrel a cél előtt elfogyott a benzinje. És itt aztán van, sorba megelőzték. Itt van Keke Rosberg, ő csak kerékcserére jött. 14 század másodperc, ez nem rossz idő, a jó idő közé tartozik, Keke tehát még versenyben. És akkor nézzük a verseny állását is. Piquet, Senna, Mansell, Rosberg, Dumfries, Alboreto most az élen a sorrend, legalábbis az előző teljes befejezett körnél, és kezd előrébb lopakodni a Lauda utódnak tartott Berger, aki pillanatnyilag a 8. helyen áll. Elhangzott Lauda neve, hadd mondjam el, hogy Lauda itt van a Hungaroringen, és a pályán nyitó záró autóban tett is egy kör. Természetesen az egy Porsche és egy BMW-vel ment. Megkérdezték tőle az újságíró kollégáit, hogy milyen gyors a pálya, milyen gyorsan ment. Mondta, hogy 68 km/h. Annál gyorsabbra nem vállalkozott. Van még egy adósságunk, miközben ismét egy box jelenet következik. Kiac Lapaj. Köszönöm, itt állok Alain Prost világbajnok mellett, aki még mindig bennül versenyautójába, de a motorral komoly bajok vannak. Most beszéltem a csapatfőnökkel, egyszerűen nem működik a motor, most próbálnak rajta javítani, de sajnos, hogy ez itt kinéz, teljesen reménytelen. Köszönjük ezt az információt is, sajnos ez a legrosszabb reményeinket igazolta. Berger még előrébb jött közben, és most már ezt a zászló témát hadd zárjam azért le. A sárgát nagyon sokan mutatják és láthatjuk majd feltétlenül a folytatásban, és ez veszélyt jelent, ezen kívül még a kék szerepel a legtöbbet az adásokban, amikor valakit előzni akarnak, akkor mutatják neki a kék zászlót, és ha nagy sebességgel jön az előző kocsi, már aki előzni akar, úgy értem, akkor lengetik is ezt a kék zászlót. A többit, ha majd mutatják, akkor mondjuk, de ezeket olyan gyakran lehet látni, hogy úgy érzem, mindenféleképpen közölni kell a kedves nézőkkel. Az autóversenyek és így a formányozásnak alapvető szabálya ugyanis, hogy a gyorsabban haladót el kell engedni. Mert ha valakit utolérnek, és ez az országúton is így van, kedves nézők, jó lesz megjegyezni, akit valakit utolérnek, ha az adott pillanatban talán pont egyforma gyors is velünk, ha utolér, az a gyorsabb. Nagyon Mansell. Az idei év sztár pilótája, tehát most már övé a leggyorsabb kör, és egyelőre az övé a harmadik helyezés. Érdemes figyelni az időeredményt, az 1.34.503-at, a edzéseken ugyanis, mint emlékeznek rá, a másfél perces határ alá ment három versenyző, és az várható volt, hogy ezt nem sikerül majd megismételni a versenyben. A versenykörök a sok akadály miatt mindig egy kicsit hosszabbak. Miguele Alboreto, ott van. Tíz másodpercen belül. Remek volt, Ferrari-sok. És a Ferrari a Zagspiel-del együtt, mint erre már utaltunk az edzések alkalmával, az a két csapat, amely saját motorral indul ezeken a versenyeken, tehát az egész kocsi tulajdonképpen az ő konstrukciójuk az utolsó szögéig, úgynevezett nemzeti csapatokról van szó. A Ferrari egyébként az egyetlen a jelenlegi mezőnyben, amely már a 1950-es évben a Forma 1-es világbajnokság kiírásától kezdetekkor részt vett a versenyekben. A legnagyobb múltú csapat tehát, amelyet még mindig az akkori főnök, a ma már 90-éhez közelítő Enzo Ferrari vezet.